Az utóbbi években több lépcsős családtámogatási intézkedéseket vezettek be, növelték a bölcsődei férőhelyek számát, támogatást nyújtottak a gyedről munkába visszatérő kismamák számára, illetve a lakásvásárláshoz vagy építéshez járó kedvezményes hitelek, az otthonteremtési támogatás erősítette a magyar családokat, így véli a kormány. A kutatók ezek között egyértelműen nem fogalmazzák meg a direkt összefüggéseket a házasságkötések számának vagy a születések számának növekedése között, de a statisztikai adatok szerint például a házasságkötések száma 30 000 volt 2016-ban, 2017-re 50 000 felé emelkedett, és 95 000 gyermek születik évente. Az is tény, hogy itthon sokrétű a családtámogatási rendszer, amit folyamatosan fejlesztenek, mondta el 35 perc című műsorunkban a szociológus. Olyan példák, akárcsak az Európai Unióból, vagy más országokból, amit egy az egybe át lehet emelni, olyat nem nagyon tudunk mondani. Franciaországban például mondjuk az éppen itt is említett bölcsőde óvodai férőhelyeknek a jelentős növelése, vagy az ilyen típusú szolgáltatásoknak a kiterjesztése volt az, amelyiknek volt egy pozitív hatása még egy pár évvel ezelőtt. Tehát igazából olyan minták, amikre azt mondjuk, hogy na ezt egy az egybe át lehet emelni, olyanok nincsenek. Gyakorlatilag minden ország egy kicsit rá van kényszerülve arra, hogy saját maga találjon ki valamit. Azt viszont el kell mondani mindenféleképpen, ha már az Uniónál tartunk, hogy Magyarország például család- és gyermekpolitikára sokkal többet költ, ha a jóléti kiadásoknak az arányát vesszük, mint nagyon sok más ország, vagy akár csak az Európai Uniónak az átlaga. Egyes elemzők úgy vélik, az otthonteremtési támogatás családalapításra ösztönzi a fiatalokat, hiszen ebben a kérdésben az önálló egzisztencia és a lakhatás alapvető kérdés. Idén őszre meghaladta az 56 000-et a családi otthonteremtési kedvezmény szerződőinek száma, az új lakások építésén, illetve a használt lakáseladás piacán is nagyot lendített a csok. Körülbelül egy éve kezdődött ez el, hogy a használt lakásvásárlásra is, és az új építésű ingatlanok megvásárlásához is igénylik azt a bizonyos 10+10-es, tehát a 3 gyerekes csokot. A kisebb értékű ingatlanoknál úgy szintén van, aki ezt önerőként ennyit tud beletenni az ingatlanába, és ugyanúgy megkapja. Nyilvánvalóan megfelelő törvényi követelményeknek eleget kell tenni az ügyfélnek is és az ingatlannak is, de nagyobb értékű ingatlanoknál is, akár egy gyerekre is, 4 gyerekre is. Most olyan ügyfelünk van, aki 4 gyerekkel szeretné majd ezt a bizonyos csokot igénybe venni. A családi adókedvezmények is tovább nőhetnek jövőre. A 2 gyerekes családoknál 5000 forinttal toldják meg a jelenlegi összeget, emellett a diplomás gyed 2 évre bővül, és 2018-tól a külföldön születő magyar gyerekek után is jár az anyasági támogatás és a babakötvény.